Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket mai kulturális magazin műsorunkban. Ahogy már megszokhatták, a kultúra szinte minden szeletéből csemegézünk a mai alkalommal is, hiszen lesz szó zenéről, színházról, filmről, kiállításról, képzőművészetről is. Megtudhatják például, hogy Mifán terem az A Cappella, annak apropóján, hogy Vas megyében koncertezik a Full Moon nevű énekegyüttes, amelynek két tagját itt köszönhetjük majd a stúdióban. Aztán megismerhetik Jordán Tamás és Bálint András barátságának történetét, valamint beszélgetni fogunk két frissen díjazottal, egyikük a frissen József Attila díjat kapott Devecseri László költő, író, rendező, tanár, másikuk pedig Illés Péter muzeológus, aki egy kutatócsoport tagjaként az idén Múzeum Café díjat vehetett át. Ezen kívül elkalauzoljuk Önöket a Berzsenyi Dániel könyvtárba, ahol pedig Tóth István szobrászművésznek nyílt kiállítása. Igaz, hogy csak fotókon láthatók az alkotások, de ez érthető, hiszen legtöbb munkája köztéri alkotás. Ez tehát a mai kínálatunk, tartsanak velünk! A Full Moon énekegyüttes öt tagját láthatták, kettejüket. Itt köszönthetem a stúdióban. Nagy szeretettel örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Molnár Gábor, dalszerző, énekes, és még sok minden egyéb, mert tudom, hogy te nagyon sokoldalú vagy a zenekaron, illetve az együttesen belül, illetve Vavra Bence, a zenekar legifjabb tagja, aki szintén énekel ebben az énekegyüttesben. Ti most egy koncert sorozattal járjátok Vas megyét, úgy tudom, hogy egy hét alatt 13 alkalommal adtok koncertet, elsősorban általános és középiskolás diákoknak a Filharmónia Magyarország szervezésében, egyebek mellett Szombathelyen is. De mielőtt erről a koncert sorozatról beszélnénk, én szeretném, Gábor, hogyha elmondanád, mint az együttes egyik alapító tagja, hogy mit is jelent ez a műfaj, hogyan lehetne ezt nagyon egyszerűen megmagyarázni, mit jelent az A Cappella, és hogy te, aki már 18 éve műveled ezt, hogy látod, változott-e a népszerűsége az idők folyamán? Hát akkor kezdjük az elején, ahogy mi is kezdjük az előadásainkat a gyerekeknek, hogy ugye eléneklünk egy Don't Worry, Be Happy számot, ami Bobby McFerrinnek talán a legismertebb és legnépszerűbb száma, és utána elmondjuk, hogy hát gyerekek, esetleg, ha nem tudtátok, ez is egy A Cappella szám, tehát nincsenek benne hangszerek. Tehát ugye maga az A Cappella az hangszeres kíséret nélküli éneklést jelent, tehát tulajdonképpen bármilyen olyan stílusra rá lehet ezt húzni, akár egy kórusra, vagy akár, hogyha valaki egy szólamban föláll és elénekel egy népdalt, az is A Cappella. De akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen mondjuk már a Gregorián is egyfajta előzménye ennek? Igen, igen, és nagyon jó, hogy a Gregorián meg lett említve, hiszen mi is beleszoktuk szőni, mert ugye az előadásaink, arról szólnak ezek a filharmóniás előadások, hogy bemutatjuk és arról beszélünk, hogy tulajdonképpen az A Cappella zene az őskortól napjainkig hogyan alakult ki és hogyan fejlődött el odáig, amit éppen mit csinálunk, a pop A Cappella éneklést. Ti elsősorban popdalokat énekeltek, így van ez például a legutóbbi lemezen is, ami viszonylag friss, néhány hónapos talán? Igen, decemberben. Decemberben jelent meg. Bence, te ebben milyen szerepet vállalsz? Itt mindenki egyenrangú szereplője az együttesnek, vagy azért vannak feladatok? Hát természetesen vannak feladatok, a számoknak a meghangszerelését, mármint hogy az átirat készítését,
azt Gábor és Miki szokta csinálni. Ugye ők alakítják a csapatra mindig az átdolgozásokat. És akkor onnantól kezdve lesz, hát nagyjából egyenlő a szerep, mert ugye mindenki énekel. És hát nekem az a feladatom, hogy énekeljek a lehető legjobban, ahogy csak tudok. Nyilván az alkotási folyamatban, amennyire tudunk, mindannyian részt veszünk, de ez legfőképpen a Gábor és a Mikinek a nevéhez fűződik. Most amikor hallgatunk benneteket, akkor néha úgy tűnik, vannak pillanatok vagy részek, amikor úgy tűnik, mintha valami hangszer mégiscsak szólna a háttérben. Ez minek köszönhető? Ez a gyakorlásnak. Igen, leginkább. Hát, azért a 18 év alatt a srácok rájöttek arra, hogy hogyan lehet a lehető legtökéletesebben utánozni a bizonyos hangszereket, milyen hangzók vannak, amik a bizonyos hangszerekhez a legjobban hasonlítanak, például gitár, milyen, amikor gitárt kell utánozni, mit kell mondani, amikor fúvósokat akarnak utánozni, úgyhogy meg, hát aztán ezt tudják is, és aztán be is gyakorolták, tehát hogy a felvételeken meg... De akkor csak az emberi hang az egyetlen abszolút, eszköz, igen, vagy igen. Azért ti használtok? Hát, vagy akár ilyen testdobolás, csettintés, taps, igen. Lábdobogás, tehát amit azért az ember a testével tud csinálni. Hát meg ugye beatbox, amit a szájjal ki lehet adni hangot, tehát hogy például szélhuhogást, meg mindenféle dobimitálást. Igen. Tehát a szájdob, mint olyan, az is igen. Egy létező igen. Eszköz. Igen. Beszéljünk akkor erről a sorozatról, amelyet a Vasmegyei gyermekek is élvezhetnek. Több településen jártok, Szombathelyen is, iskolákban, illetve a Bartók teremben léptek fel. Hogyan lehet a gyerekekhez közel vinni ezt a műfajt? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen, ugye mi, mivel pop a kapella csapat vagyunk, tehát hozzánk is ez áll közel, és én azt gondolom, hogy a gyerekekhez a könnyű zene azért az közel áll egyrészt, másrészt pedig azért próbálunk egy kicsi humort is becsempészni, és amikor már azt látjuk, hogy picit lankad a figyelem, akkor megpróbáljuk ezzel úgy föllazítani a gyerekeket. És hát a műsor első része az teljesen ugye az őskorton indulunk, és az inkább egy ilyen komoly zenei rész. Tehát szerintem jól föl van építve a műsor, hogy a vége felé pont, amikor már lankadna a figyelem, akkor jönnek az érdekesebb, bluesosabb, poposabb, rock and roll egészen a mai pop zenéig, tehát hogy az már szerintem nekik egyre érdekesebb lesz a műsor. Mondhatjuk azt, hogy a kreativitásnak és az improvizációnak fontos szerepe van ebben a műfajban, hiszen 5 férfi ember áll a színpadon, ez így önmagában nem lenne annyira izgalmas, de láttuk, hogy a klipből is kiderült, hogy nagyon is izgalmas. Hát a kreativitásnak, annak mindenképpen nagyon nagy szerepe van, mert hát ugye alapból az, hogy kitaláljuk, hogy ez pontosan ennek az 5 embernek, mert ugye minden emberi hang különböző. Tehát, hogy pontosan erre az 5 hangra hogyan szól jól, vagy például pont erre 5 személyiségre miket lehet kitalálni, amivel nem is nagyon kell mást alakítani, jól érezzük benne magunkat, mégis humoros lesz, jó hangzásvilág lesz, tehát azért ehhez nagy kreativitás kell, és hát szerencsére megvan a srácokban. Mi volt a másik? Azt és a közönségben is feltehetően, vagy reméljük, hogy bennük is megvan. Érzitek a visszajelzésekből, hogy veszik alapot? Igen, veszik. Nekem eszembe jut, hogy egy kicsit ilyen vicces, hogy az egyik, ez még a múltkor volt, az egyik koncert után odajött egy kislány, és azt mondta, hogy hát én hoztam egy könyvet, hogy azt fogom olvasni, de egy sort nem olvastam belőle, hát ez egy nagyon nagy bók volt, köszönjük szépen. Tehát, hogy folyamatosan kapunk olyan visszajelzéseket, hogy ők nem gondolták meg, hogy hú, ez most nagyon, meg ez volt eddig a legjobb, meg szóval, hogy tényleg... Hát mert az ifjúsági hangversenybérletben valószínűleg nem ehhez szoktak. Más jellegű produkciókat hallgatnak. Tulajdonképpen ti leendő Full Moon rajongóknak zenéltek akkor most, vagy énekeltek ezeken a koncerteken? Tehát igen, most nevelitek ki a leendő rajongótábort? Mert már szerintem, hát most nem tudok visszaszámolni, hogy de 10 éve biztos, hogy csináljuk ezeket a filharmoniás koncerteket. Rengeteg olyan ember van, aki azért jön vissza koncertre, mert ezeken az előadásokon hallott minket, és többet szeretne belőlünk hallani, lemezt vásárol, követ minket ilyen szociális oldalakon, és ilyesmi. Vagy kedvet kap az énekléshez.
Akár. Az még jobb egyébként. Mindannyian képzett énekesek, zenészek vagytok? Tudom, hogy többen különböző hangszereken is játszanak egyébként, amit most így a színpadon nem annyira tudtok bemutatni. Igen, talán Barnabás az, aki egy kicsit kakuktojás. Ő angol fordító, meg most már tolmács is. Meg biológus. Tehát neki az a civil foglalkozása, de amúgy... Ő is kórista volt. Igen, igen. Tehát, hogy neki is azért nyilván van zenei előképzettsége, csak neki emellett van egy civil foglalkozása, de amúgy mindannyian zenével foglalkozunk. Nagyon szépen köszönöm ezt a beharangozót. Figyeljük természetesen, sőt úgy tudom, hogy kollégák forgatni is mennek majd valamelyik iskolai koncertre, úgyhogy meg fogjuk tudni a nézőknek ezt is mutatni, és hát remélem, hogy minél előbb újra találkozunk Szombathelyen. Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, kevesen mondhatják el magukról, hogy 68 éve barátai valakinek, így van ez Jordán Tamás és Bálint András esetében, akik már általános iskolába is együtt jártak, ma pedig együtt is dolgoznak, hiszen Jordán Tamás épp a közelmúltban hívta meg Bálint Andrást Szombathelyre, hogy rendezze meg a Diploma előtt című produkciót. A barátságuk történetét mesélték el közönség előtt, ebből láthatnak egy részletet. Ez a régi kapcsolat, mert együtt fociztunk, együtt gombfociztunk, szomszédházban laktunk, a Budafoki úton egy osztályban jártunk, gimnáziumban párhuzamos osztályban együtt készültünk a fölvételére, a főiskolára, szavalóverseny. Szóval nagyon-nagyon sok fázisa volt a kapcsolatunknak. Akkor őt fölvették a színművészetére, engem meg nem. De engem ő protezsált be az egyetemi színpadra. És akkor utána egy darabig nem volt intenzív a kapcsolatunk, csak tudtunk egymásról. De később, amikor megkapta a Radnóti Színházat, akkor ez a barátság, ez ismét felizzott. Én négyszer játszottam, négyszer rendeztem a Radnótin. Ő vendég volt nálam egy darabban a Nemzeti Színházban, és hát most hála Istennek ő vendég itt. De hát mi évtizedek óta intenzíven vagyunk együtt. Mondjuk a legutolsó 30 vagy 35 év, amikor igazgató lettem a Radnóti élén, akkor Tamást hívtam játszani hozzánk, még akkor kaposvári színész volt. Többször játszott nálunk, többször rendezett nálunk, engem is rendezett egy alkalommal, Móricz rokonok. És valóban ez a József Attila, ez az ő találmánya volt, 1987 Radnóti Színház. És én valósítottam meg, én voltam a producer. És aztán utána nagyon sok közös munka, barátság, együtt töltött esték, kártya, bridge, de szakmailag nagyon sok közös munka. És általában egyetértés a kultúráról, az emberi szellemről, magyarságról, magyar nyelvről, a költészetről, ebben alapvetően egyetértünk. Tudom, hogy ő nagyon lelkiismeretes színész, de én is az vagyok. Ő nagyon körültekintő, 30 évi körültekintő, és mindenre odafigyelő színházigazgató volt. És én is mindjárt 30 éve, tényleg telik, és azt mondom, hogy ebben van hasonlóság. Ahogyan felelősséget vállal a színészeiért, és figyeli, hogy kivel mi történik, úgy ebben is hasonlóak vagyunk. Tehát, ha nagyon sok mindenben különbözünk, így egyénileg, emberileg, a színházhoz való viszonyunk az nagyon rokon. Tamás egy laza, játékos szellem. Én azt hiszem szigorúbb vagyok, meg olyan, hát ez is túlzás persze, de mondjuk a Tamásban én mindig irigyeltem az ő kalandvágyó természetét. Ugye, hogy hányszor volt képes váltani az életében. 25. színház, Nemzeti Színház, Kaposvár, Merlin Színház, Nemzeti Színház, Szombathely, most csak felsoroltam néhány állomást. Én meg olyan hűséges voltam, hogy Pécsett színész, aztán Madách Színház színésze, Radnóti igazgatója. De az ő személyisége, hát ő egy nagy, igazi homo ludens, játékos, pasos. Ez nagyon-nagyon lenyűgöző és szórakoztató.
Nemrégiben kaptuk a hírt, hogy március 15-én a nemzeti ünnepen József Attila díjjal ismerték el kiemelkedő irodalmi tevékenységét Devecseri László költő, író, rendező, tanárnak, aki Szombathelyen él, és akit valószínűleg a szombathelyeknek nem is kell annyira bemutatni. Nagy szeretettel köszöntelek, és egyúttal gratulálok ehhez az elismeréshez, hiszen ez talán az egyik legrangosabb irodalmi díj, amit átvehettél Budapesten. Minden irodalmár életében van általában egy nagyhatású tanár, vagy irodalom iránt fogékony szülő, aki bevezette az irodalom világába. Ez rád is elmondható? Először is köszönöm szépen a gratulációt. Másrészt éppen kint beszélgettünk, hogy szerencsés voltam, mert ugye Nagylózsba jelentkeztem annak idén általános iskola után, mint mindenki. Akkor még senki nem tudta, hogy egy új gimnázium fog indulni, de ez volt az Enzbruder, a későbbi Szentgyörgyi, és az osztályfőnökömet úgy hívták, hogy Lőrinci Huba. Tulajdonképpen őnek én nagyon-nagyon sokat köszönhetek, ő volt az, aki elindított a pályán, története is van a dolognak. Egy karácsonyi szünet előtti utolsó órán mi sem szerettünk volna tanulni, és az egyik osztálytársam mondta, hogy a Devecseri Laci írán verseket. Huba mindjárt néhányat felolvastatott, és mondta, hogy megyünk Sárvárra a következő év első felében. Csak nem a diákköltők találkozó. Akkor még csak megyei diákköltő találkozó volt, ott második díjat nyertem, következő éven volt az első és egyetlen dunántúli diákköltő találkozó, de azt már sikerült megnyernem. És akkor feltételezem, hogy sokat is olvastál már gyerekként is. Természetesen. A nagybátyám, amikor első osztályból maradtam ki, a kezembe adta a régi-régi Gárdonyi kiadást, két köteteset még, az Egri csillagokat. Azt mondta, hogy olvasd el. Kicsit megrémültem, ugye kisgyerekként. Aztán elkezdtem olvasni, és végigolvastam. És tetszett a dolog, de meg is beszélte velem. És utána egy nagyon jó dolog történt, nekem adta ezt a két kötetes könyvet, és amit elolvastam, mindent megkaptam tőle utána. És ez óriási élmény volt, és úgy szépen az ismereteim is gyarapodtak természetszerűleg, meg hát az olvasmányi élmények is meghatározóak voltak. Tehát akkor úgy tűnik, hogy igaz, amit olvastam rólad, hogy tulajdonképpen egy 6 évtizedes pálya van mögötted, hiszen te már 10 évesen egyrészt verset is írtál, sőt, ha minden igaz, akkor még színpadi produkciót is készítettél. És itt mindenképpen meg kell említeni a Magda tanítónét, meg a férjét, a Nyuszi bátyámat. Magda tanítónét volt az első tanítónénim. Aztán nekik is nagyon sokat köszönhetek, én még osztatlan iskolába jártam, 7 évig, 8 évtől lett már osztott a suli. És akit még meg kell említeni, a Margit tanítónéni, aki több mint 90 évet élt. Na ő volt az, aki kezembe adott egy forgatókönyvet, illetve egy könyvet, amiben forgatókönyvek voltak. Itt van, tessék, válasz, kés, rendezd meg. Na így indult az egész. Rendkívül termékeny szerző vagy. Ez az asztal, ami itt van a stúdióban, kicsinek bizonyulna, hogyha az összes könyvedet, kötetedet szeretnénk itt elhelyezni, mert hogy a közelmúltban, ha minden igaz, már a 46. könyvedet jelentetted meg. Ezeknek a többsége, jól sejtem, gyerekeknek szól? Nagy részük, tehát ha 100%-ot kellene mondani, akkor kb. Ilyen 70-75%. A többi felnőtt, de ami legutoljára jelent meg, az a Holdárnyék. Azt meg is tudom mutatni a kedves nézőknek. És örömmel mondom, hogy ennek a második kiadása is készül már. Az keménytáblás lesz, és azt mondta a kiadó, hogy hadd írják rá azt, hogy József Attila díj 2019. Nem tiltakoztam. De hogy lett belőled gyerekeknek szóló irodalmat művelő szerző? Hát egyrészt, miért pont a gyerekek? Egyrészt nekem is van két, most már immár a nagylányom, és van 5 unokám. A kisbuksi könyvek, amiből egy itt van, mert ez 3 kötetes egyébként, az első unokáim, azért mondom, hogy a kisbuksi az András, és hát az unokatestő, akit úgy szintén névvel emlegetünk, a Soma, tehát ezek valódi nevek, de természetesen a teljes névvel nem szerepelnek. Hát ők nagyon-nagyon sok inspirációt és örömet adtak és adnak. Ez mindenképpen segít nekem. Másrészt úgy lettem úgymond színpadi szerző, hogy nem csak a Vörös Sándor Színházban, hanem Szolnokon Nyíregyházán is játszották a darabomat, hogy
amikor a gyerekekkel én foglalkoztam, elfogytak azok a színdarabok, amik úgy játszhatóak voltak. A túl didaktikusokat nem szerettem. És így született... Egyszerűbbnek tűnt írni. Igen, és így született meg a Két kispék kalandjai, uh-huh. aztán utána meg a többi. És a kékpékről ugye mi is szerezhettünk információkat a Vörös Sándor Színházból, hiszen itt többször is színpadra állították már. Együtt dolgozol sok esetben színészekkel is, profikkal is, de ugyanakkor amatőrökkel is. Most az amatőr szót azért nem szeretem, mert tehát ki az amatőr, aki nem abból él? Hát aki nem abból él, igen. Igen, inkább azt mondanám, hogy nem hivatásos. Uh-huh. A közelmúltban, illetve hát az ősszel indult szeptemberben a Nemzeti Művelődési Intézet, illetve a Magyar Teátrumi Társaság közös projektje, úgynevezett Pajta Színház. És a Vassurányiak engem kértek meg, hogy legyek a csoportvezetőjük, aztán még a rendezők is élettem, Szerémi Zövoli volt a színházi mentorunk tulajdonképpen, aki egy ragyogó finálét készített, szöveget és zenét is ő csinálta, és a Nemzeti Színházban mutattattuk be a Kód című darabot, amelyek nem csak én vagyok a szerzője, hanem Varga Bodó Anita és Szabó Brigitta is, tehát igazi csapatmunka volt. Ez egy friss dolog, ugye? Tehát igen, ez most volt az év elején, igen, ha minden igaz. Igen, január 27-én játszottunk a Nemzeti Nagyszínpadán, most egy rendhagyó, nagyon-nagyon rendhagyó március 15-ét csináltunk, és megmondom őszintén, elsírtam magam, mert utána köszöntöttek a József Attila díj kapcsán, Varga Bodó Anita és a társulat egészen, azért mondom, mert ő írtak is köszöntőt. Egészen biztos vagyok benne, hogy a fejedben ott van már egy következő kötet. Igen. Sőt, el kell járuljam, hogy a második kiadása a Holdányéknak készül, ahogy említettem az előbb. Most egy úgynevezett fejtől lábig gyerekkönyv készül, a Falatka kalandjai, illetve Marcipán apó meséi. A Falatka egy kicsi manó, nagyon szép extra rajzokkal, a másik vonatkozásban pedig a Marcipán apó. Egy nagyon kedves ismerősöm, cukrász ismerős elkészítette marcipánból a figurákat, illetve a jeleneteket én összeállítottam, de annak a fotói lesznek a könyv illusztrációi. Te egyébként teszteled ezeket a köteteket, vagy ezeket a verseket a környezetedben lévő gyerekeket? Természetesen, magától értetődik. És hát ugye annál is inkább ez a nagy görög igazság, a felnőtt versekre ez még fokozottabban igaz, hogy 7 óra, 7 nap, 7 hét, 7 hónap, 7 év, és hogy akkor is tetszik, akkor valami maradandót alkottál. Nagyon szépen köszönöm, hogy visszatekinthettünk erre a nagyon gazdag életműre. További sok-sok tevékeny esztendőt kívánok, és ilyen hasonlóan szép és élvezetes köteteket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig haladunk tovább, és ezúttal a Berzsenyi Dániel könyvtárba kalauzoljuk önöket, ahol nemrégiben nyílt meg Tóth István szobrászművész kiállítása. Közvetlenül Derkovics szülőháza mellett áll az az épület, ahol Tóth István szobrászművész látta meg a napvilágot. Míg pályatársa a háború után a rendszer felkapott művésze lett, Tóth Istvánt feledésre ítélte az utókor. Az emlékét ápoló baráti kör most a Berzsenyi könyvtárban rendezett kiállítást. Több mint 400 alkotásából 44 látható a Garas Kálmán készítette fotókon. A megnyitón a megyés püspök a művész nemzeti és hitbéli elkötelezettségét emelte ki, majd a püspökvárban megőrzött munkáit méltatta. Számomra talán a leggyönyörűbb szobra a Szűzanya szobor, a Madonna szobor. Végtelen alázat, szépség, egyszerűség van ebben a szoborban, csak a két kéz látszik, az egész testét finoman borítja ez a gyönyörű lepel, illetőleg ruha. Szintén gyönyörű az Irgalmas szamaritánus alkotása, Tóbiás búcsúja, amelyik megörökíti az ő Bécsből való elválását, búcsúját. Tóth István eleinte édesapja asztalos műhelyében dolgozott, majd Bécsben elvégezte a Művészeti Akadémiát. Hazatérve budapesti műtermében alkotta meg szobrait, domborműveit, kis plasztikáit. Munkáinak jó része ma is köztereket, középületeket díszít, hangsúlyozta a Zsámbéki Mónika szavait távollétében felolvasó Viktor Antal. A parlamentben 14 szobra, a Városligeti Vajdahunyadvárban 8 szobra, a Magyar Nemzeti Bank épületén díszítő szobrok, a Kerepesi temetőben síremlékei láthatók. A hivatalos és megrendelt műveknek a korszak bevett stílusirányzatának kellett megfelelnie, a neobarokk historizmusnak némi nemzeti hangsúllyal. Tóth a szobrászi mesterség teljes birtokában soha nem lépte át azt a határt, amelyben művei dagályossá vagy nevetségessé váltak volna.
Jó példa erre a Budai vár oldalában álló Hunyadi János szobor. Tóth István számtalan munkáját egyházi megrendelésre készítette. Legtöbb művével a Szegedi Dóm büszkélkedhet, ahol 140 alkotás fűződik a nevéhez. De munkái megtalálhatók Nagyváradon és szülővárosában Szombathelyen is. Szombathely Tóth Istvánnal azért volt szerencsés, mert mint az egyházi vezetővel, Mikes János püspökkel, mint pedig a városi polgármesterrel, Éhen Gyuvállal nagyon jó személyes kapcsolatot ápolt. Tehát az egyházi vonal az különben is erős volt a nagyváradi indítás kapcsán, és beajánlották a főpapok egymásnak tulajdonképpen Tóth István. Így került Szegedre a Csanádi püspökhöz, Nagyváradról, és került Szombathelyre a Szombathely püspökhöz. És Éhen Gyula volt az, aki egyébként a Szili szobrot megrendeltette a várossal, és állták is a költségeit. És akkor utána már jöttek a további megrendelések, a Horváth Boldizsár szobor, a Gotthárd Jenő szobor, megmintázta a polgármesternek is egy domborműben a arcképét, illetve egy gyönyörű mellszobor készült róla, ami a városházában az első emeleti közgyűlési terem előtt. A könyvtár kiállítására távoli rokonai is elhozták a birtokukba került alkotásokat. Édesapám hajtotta végre az ő végrendeletét, hogy melyik dolog hova kerüljön. Ő adott nekem például önmagáról egy gyönyörű festményt. Az én tulajdonomban van az ő könyvszekrénye, amit lényegében hagyatékként hagyott rám, meg hát a szobrok is így jöttek. Volt lenne a pincébe egy hatalmas terem, és fönn a polcon, az oldalfalon ezek a kis gipszszobrok. Vigyétek, vigyétek, mondta mindig, hogy hát ne maradjon ott, ne porosodjon ott, és ennek köszönhetően van nálunk egy pár. Tóth István korának tehetsége, sokat foglalkoztatott művésze volt, az utókor mégis elfeledkezett róla. Életművét Ács Pál vegyészmérnök dolgozta fel, és emlékét ápolja a róla elnevezett baráti kör is. A közeljövőben szeretnének kiadványt megjelentetni róla, a kiállítást pedig a tervek szerint a megye más településeinek iskoláiba, művelődési intézményeibe is elviszik majd. És akkor még egy jó hír. Frazon Zsófia etnográfus, a Néprajzi Múzeum munkatársa és az általa vezetett tudós közösség kapta az idei Múzeum Café díjat, és ami miatt mi különösen örülünk ennek, hogy egy szombathelyi kolléga is részt vett ebben a kutatásban, mégpedig dr. Illés Péter, a Szavária Múzeum muzeológusa, etnográfus. A múzeumi szaklap kuratóriuma a nyitott múzeum elnevezésű kutatásért ítélte oda az elismerést. Ebben a kutatásban te is részt vettél, szeretettel köszöntelek. Ez egy 3,5 évig tartó, tehát egy borzasztóan hosszú, nyilván egy nagyon elmélyült kutatás volt. Tulajdonképpen mi volt az, amire ti kíváncsiak voltatok? Onnan kezdeném az egészet, hogy gondolom a tévénézők is tudnak róla, hogy épül Budapesten a Múzeumliget, és ennek része, ennek az nagyszabású, grandiózus, korszakos múzeum építési vállalkozásnak egy új néprajzi múzeum. És ahhoz, hogy ez létrejöjjön, nyilván ennek van egy olyan feltétel, hogy maga az infrastruktúra létrejöjjön, viszont az is kérdéses, hogy ez hogy működjön, és egyben mi legyen. Na most ennek többféle elméleti megalapozó munká indult el. Az egyik az ez volt, ami most záródott le. Ez egy Országos Tudományos Kutatási Alapprogram által finanszírozott kutatás volt, sok szereplős volt, pont azért, hogy ez a fajta munka komolyan működjön, évekig tartott, és hát ugye nyilvánvalóan, hogy oda kötődik, ez a Néprajzi Múzeumnak a tömes titkára, a dr. Frazson Zsófia, ő vezette ezt le, és ő hívott be ebbe a kutatásba embereket. Na most, hogy kerültem én a képbe, az úgy van, hogy hát ez egy hosszú dolog. Hát nyilván a Szavária Múzeumnak van egy néprajzi osztály, ezt tudják sokan, van egy skanzene, és hát azért a magyar múzeológiának van egy olyan tradíciója, hogy az országos múzeumokhoz kötődik a szakmai tevékenysége, tehát mondjuk a skanzen a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak van kapcsolatban, illetve hát a néprajzi osztály a néprajzi múzeummal is, hiszen a néprajzi múzeumban vált ki egyébként annó a Szentendrei skanzen is, ezt most csak így zárójel megjegyzem, tehát van eleve egy ilyen kapcsolat hagyományosan, aminek mindenféle szakmai, jogi, stb. Szabályozási voltak,
És másrészt pedig itt konkrétan úgy történt, hogy a 2000-es évek elején volt a Fejő Zoltán, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, és ő nyitott be a svéd szamdok mintájára egy MADOK nevű programot, ami a MAD dokumentációjával foglalkozott. Ez egy olyan vállalkozás volt, ami elkezdett azzal tudományos igényességgel foglalkozni, hogy hogyan lehet a kortárs kultúrát bevonni múzeumba. Tehát nem csak a képzőművészeti, hanem mondjuk a társadalomtudományos megközelítésében, ilyen kulturantropológiai indítatásból, meg európai etnológiai indítatásból, nyilván a svédek, ugye az európai etnológiának egy ilyen, hát egy régi nagy motorosai. Azóta már szamdok is megszűnt, a madok is megszűnt, viszont ez a munka azért megmaradt, és tulajdonképpen ennek a folytatás, ugye a Zsófi az ott volt mellette, ő vitte a madokot, és hát volt nekünk is egy olyan kutatásunk, amiben részt vettünk ebbe a hálózatban, mert ugye akkor ez ilyen nagy újdonság volt a 2000-es években, ugye hálózatos szervezésben, és akkor kezdtünk foglalkozni ilyesmivel, és nekünk volt egy ilyen gyermekvilágok projektünk, ami... Ez 2003 körül, hát valami olyasmi. Úgy igen. És hát ugye az a kiállítás, ami a gyerekek tárgyi kultúrával foglalkozott, azt próbálta meg, hogy nem a múzeumnak a saját tárgyaira támaszkodni, hanem hogy behozzunk a múzeumba kívülről tárgyakat, amik nem múzeumi tárgyak, és akkor azzal mit lehet kezdeni. Most akkor bocsánat, egy és ez az múzeumban is volt. Hogy te erről írtál egyébként ebben a nagyon impozáns és vaskos kötetben, igen, ami tulajdonképpen ennek a kutatásnak, igen, a igen, részeként készült. Mint esettanulmány. Tehát egy esettanulmány. Ez egyik, de nem csak ezt. Szombathelyi kiállításról, ami egyébként elkerült, úgy tudom, egy kis változtatásra vagy bővítéssel a Néprajzi Múzeumban. Hát, a lényeg, hogy hozzá tettek intézmények. És ugye ez úgy épült fel, ez a kiállítás, annak alapján, amit mondasz, hogy támaszkodtatok azokra a gyerekekre, felnőttekre, családokra, múzeumon kívüli emberekre, akik tárgyakat, tehát például gyerekjátékokat tudtak rendelkezésre bocsátani. Így van, és hogy mindenhol volt, ráadásul az adott intézményhez, meg annak a saját társadalom közegéhez igazodóan egy téma, és például a Néprajzi Múzeumban is volt ilyen, és akkor ők ezt hozzátettek. Tehát egy olyan kiállítási process, folyamat volt, ami ugye arról szólt, hogy hogyan lehet együttműködve létrehozni külső szereplőkkel kiállítást, és aztán ezt hogyan lehet a különféle történeteken keresztül bemutatni. Próbáltuk megtörni ezt a lineáris múzeumi kiállítási rendet, hogy például gyerekjátékként volt struktúrálva maga a kiállítótér, amit meg tudtunk mi csinálni is valahogy Szombathelyen is elég jól, de ez volt Bildenyben, aztán Kismartonban, és végül a Néprajzi Múzeumban is került, és ott is foglalkoztak vele, hozzátette a Néprajzi Múzeum is a saját, hát így nem volt ugye az a kapcsolat, ami erre a nyitott múzeum ideál felé irányul, és akkor gyakorlatilag hát nyilván ott akkor nagyobb erőforrásokkal, amik egy sokkal jobb dizájnnal tudott működni, de az az ötlet, ami tőlünk indult el. Na most ugye nem csak ez volt, hanem ugye ennek a kötetnek, nyitott múzeum kötetnek, az nem csak ez, hanem sokkal több ilyen országból próbált összeszedni az összes magyarországi ilyesmi törekvést, ami van akár néprajzi, akár történeti, akár képzőművészeti jellegű múzeumokban, és hát persze van egy nemzetközi pásztázás, tehát ugye ez arról is szólt, hogy ilyen csapatokban jártunk külföldön, tehát mondjuk én is megjártam Frankfurtnak a múzeumait, részt vettünk nemzetközi konferencián, vagy Varsóban is voltunk, és hát ugye egyből, első kézből találkozhatunk ilyen nagy szakírókkal, akiket csak így a könyvekből ismerünk, és lehetett velük beszélni. Na most nyilván ezeknek az összes hozadékát, mert voltak mások, mentek a manifesztára, stb. Tehát, hogy egy ilyen nagy munka volt, és ennek volt egy törzsgárdája, és volt a külső szereplők behívva, akik becsatlakoztak időszakosan a munkába, és akkor úgy jött létre ez a borzalmasan nagy szövegállomány, ami hát a szócikkekkel, meg a szövegmagyarázatokkal együtt. Interjúk is vannak benne. Rengeteg minden van, és ennek van egy honlapja is. Most ennek van egy nyomtatott verziója, és de a nyitott múzeumoknak ez a honlapja, ez bárki számára elérhető, tehát hogy ez nem titkos tudás, sőt, pont ez a lényeg, hogy ez mindenki eljusson. És hát majd meglátjuk, hogy a Néprajzi Múzeum mennyit fog ebből hasznosítani, de úgyis közkincs, hogy akár ezek a nyugat-európai példákat, meg fogalmakat, meg elméleteket magyar nyelven is közvetítjük. Szerintem nem várhatom el mindenkitől, hogy angolul, meg franciául olvasson, vagy németül szakszövegeket. De azért ez elsősorban a szakmának szóló kiadvány, nem?
Részben persze, meg az érdeklődő, mert azért van egy intellektuális közök, aki ezzel elbír. Persze, ő akár magángyűjtőknek is érdekes lehet, ez róluk is van szó egyébként, meg egy csomó minden dologról. Tehát ez egy egész múzeumi világot pásztázza, sőt, ez egész globálisan is, hogy a világban mi történik, hát ezt tudni kell, hogy az angol száz területeken, hát ugye mindenben megvan ez hatalmas erőfölé, hát hatalmas múzeum, sztádi tudomány is van, tanszékekkel, kiadványokkal, sztárszerzőkkel, és hát ebből valamennyit Magyarországra is ugye áthozunk, hát mivel ott is megvannak a top szerzők, akkor azért az ő munkáikat valahogy a magyar gondolkodásba is áthozzuk, és azzal lehet vitatkozni majd, hogy mit gondolunk, hiszen nem teljesen más problémáink vannak. Tehát az a társadalmi közeg, ami van, és erre reflektálva a múzeum is mondhat valamit, lehet, hogy ettől sokkal érdekesebbé válnának, hogyha a kortárs jelentésekkel, meg jelenségekkel hozzák összefüggésbe a saját tevékenysége, nem csak egy ilyen múltba merengő ilyen osztalgia intézmények lennének, hanem... A múzeumok ne csak a múltba merengő intézmények legyenek, hanem hogy így a társadalmi kérdésekre. Válaszolni azokra a felvetésekre, amik és ennek van már kitalált módszertana. Csak ugye te mindegy, amikor Dél-Amerikában mondjuk a favellák népével hogyan kell foglalkozni, vagy mondjuk Frankfurtnak egy városfejlesztési projektjében, hogy kapcsolódnak be a múzeumok. Tehát rengeteg példa van, amiből lehet tanulni, és egyébként ez a kötet igen. Azért is nagyon érdekes, mert láttam, hogy kritikus szemmel foglalkozik dolgokkal, tehát azt is leírja, ha valami nem vált be, nem sikerült, nem úgy sikerült, ahogy azt a megalkotói szerették volna. Ennyire volt most lehetőségünk, borzasztóan elszaladt az idő. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok ehhez a munkához, amelyet 9-en végeztetek, ezt elfelejtettem mondani, tehát ez a kutatócsoport 9 tagból állt, a törzs gárda 9 tagból állt, és ennek voltál része te is. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt ma a Műhely. Egy hét múlva találkozunk legközelebb, viszontlátásra!